Megszerezte egyetemi tanári fokozatát a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója. Szepesi Béla már középiskolai éveiben elkezdett foglalkozni a képzőművészettel, több határon belüli és túli művésztelepnek is alapítója vagy vezetője, aki természetesen itt is van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Először is gratulálok önnek. Köszönöm szépen. Egyetemi tanári fokozat. Mi kell ahhoz, hogy valaki egyetemi tanári fokozatot szerezzen? Ezt úgy kell elképzelni, mint egy vizsga, vagy vizsgáról szó sincs? Hát így szó szerint vizsgáról szó sincs, de egy tanár, különösen felsőoktatásban, az minden nap vizsgázik. Tehát ez lényegében egy életműre adják, egy olyan folyamatos munkára, amelynek nemzetközi kitekintése van. Tehát ebben nagyon fontos az, hogy iskolateremtő tevékenysége legyen, tehát akiket évtizedeken keresztül nevel, azok alkossanak valami olyasmit, ami jelent valamit a magyar kultúrában vagy tudományban, illetve ennek legyen nemzetközi kihatása. És amit az előbb már ugye a felkomba elhangzott, hogy számos ilyen nemzetközi alkotótelepen, művésztelepen vettem részt, veszek részt mind a mai napig, ez azt is jelenti, hogy az a fajta tevékenység, amit művelek, az ezen a porondon is folyamatosan megmérettetik. Tehát gyakorlatilag az egész életpályájának szól. Igen, és ezért is nagyon volt fontos számomra, ugye ez egy hosszas procedúra, hiszen meg kell pályázni, ez különbözőféle bizottságok, a intézeti tanástól elkezdve a köztársasági elnökig vizsgálják meg, független szakértők és egyebek, tehát egy nagyon érdekes és hasznos. Hasznos abból a szempontból, hogy az ember újra éli az eddig megcsinált dolgait, amit eddig elkészített, ezeket sorrendbe rakja, súlypontozza, mi volt a fontos, mi a nem. Tehát egy ilyen erőteljes visszatekintés, súlypontozás, és hogy egyáltalán miért is éltem én, vagy mit akartam én ebben az életben elérni, és hát így egyfajta nagyon jó visszaigazolás. Adáson kívül mondta, hogy gyakorlatilag 300 oldal kellett kitölteni a jelentkezéskor. Igen, tehát meglepődtem, hogy a kitöltési útmutató 30 oldal feletti, hát mondom, ez még bonyolultabb, mint egy banki hitel, de hát azért végül sikerült valahogy összehozni az egészet, és hát mindezt angol fordításba, rövidített, bővített változatba. Arról lehet beszélni, hogy ez az egyetemi tanári fokozat feljogosít valamire, esetleg olyanra, amire korábban nem volt jogosultsága? Hát a jogosultság, nem is tudom, hol kezdjem, tehát nyilván kaptam egy címet, egy prof doktor címet, amit használtok most már életem végéig, ha csak a köztársaság elnök valamilyen súlyos vétség miatt vissza nem veszi, de hát nem hiszem, hogy erre sor kerülne. És hát nyilván, hogy ez ha anyagi oldalát tekintjük, akkor ez a egyetemi tanári fizetés a kiinduló pontja a többi fizetési egységnek, ez is nyilván meghatározó, vagy nagyon fontos, hiszen ahogy egy ilyen professzor barátom mondta, hogy a tekintélyhez az aranyóreláció is hozzátartozik, természetesen képletesen, de nyilván különféle olyan helyzetekben, mint a doktori elbírálások, ezekben részt vehet az ember, tehát mindaz, ami a tudományos művészeti munkához felsőoktatás szintjén kapcsolódik. Ön, ha jól tudom, akkor matematika tagozatra járt a Krúdiban. Matematika tagozat, képzőművészet. Hogy jön össze a kettő? Hát elég távolról kapcsolódik, bár mindig is voltak olyan pontok, ahol ez egymásba illeszkedik, hiszen kiváló matematikusaink remekül rajzoltak, lásd Bólyai János, vagy Bólyai Farkas, mind a kettő. Hát nálam ez talán véletlen volt, talán nem. Valahogy úgy jöttek össze a dolgok, hogy engem mindig a történelem, irodalom érdekelt, de ennek ellenére valahogy Zánkára kerülve, egy akkori úttörővárosba, bekerültem egy képzőművészeti gyermekfilm sorozatba, és akkor szerepeltem először a tévében, és ez meghatározó volt az életem szempontjában, mert olyan művészekkel kerültem egy helyre, vagy egy sorba, ugye a műsorvezető Farkas Ádám, jelenleg akadémikus, szobrászművész, a volt rektor a Képzőművészeti Egyetemnek, Szabados Árpád forgatókönyvíró szintén rektor volt, és hogy operatőre tekintve megemlítsem az operatőrünket, aki pedig Rádai Mihály volt, valamint Gulyás Buda, elég jó nevek a szakmába, és hát innentől kezdve már nem volt visszaút, csak a képzőművészet. Uh-huh.
És hát utána pedig azért számos egyesület tagja lett, számos képzőművészeti egyesület tagja, sőt vezetője is. Melyek azok, amelyeket inkább legszívesebben kiemelne? Hát nyilván minden profi képzőművész a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének a tagja. Hát alapításától ennek tagja vagyok, illetve hát évtizedeken keresztül országos választmányi tag voltam, segélyezési bizottság, tehát ez fontos volt számomra, képzőművészek szövetsége, megint csak, de talán amire inkább büszke vagyok, azok a művésztelepek, amelyeket sikerült megalapítani, illetve vezetésében részt venni. Képzőművészeti alkotótábor, ugye? Hát fametszőtelep. Képzőművészeti alkotótáborok, ilyen grafikai kicsit. Művésztelep, és ezek közül, ami az én ilyen szellemi gyermekem, az a nyíregyházi fametsző alkotótelep, amely az idén került 10-szer megrendezésre. Ezen túlmenően arról lehet-e beszélni, hogy mire a legbüszkébb, ugye itt most az egyesületek vonatkozásában beszéltünk, de hogyha az életpályájára visszatekint. Hát, hogy ezt a kérdést az előzővel összekapcsoljam, ezen a művésztelepen 4 volt hallgatóm is szerepelt, és ebben 4 hallgatóban az a közös, hogy azt a gondolkodásmódot viszik tovább, amit én próbáltam beléjük plántálni egykoron, tehát az, hogy folyamatosan dolgozni kell, tanítani kell, ami nagyon fontos, de mellette ugyanolyan értékű művészi tevékenységet kell folytatni, mert hogyha nincs mellette épp olyan mélységben kutatás, művészet, akkor jön a kiégés jelensége. Tehát ez számomra fontos, és másik dolog... Még a művészek is ki tudnak égni? Hát biztos. Még én magamon nem tapasztaltam, de tudom, hogy van ilyen. Igen, van olyan kollégám, aki mondta, hogy már rosszul vagyok, ha ecsetet látok, de én nem tartozom ezek közé, véletlenül se rengeteg tervem van. Tehát, hogy visszatérve, hogy ezekre a tanítványaimra vagyok nagyon büszkék, akik minden mellett, hogy művészek, tanárok, szerveznek is, tehát tovább viszik azt, hogy legyenek művésztelepek, legyenek gyerekkortól kezdve minden szinten alkotásnak terei. És hogy egy kicsikét a mai naphoz kapcsolódjunk, a mai napon nyílt nap volt a Nyíregyházi Igen. Egyetemen, ahol hát gondolom az önök intézete is szerepelt. Milyen eredménnyel? A Vizuális Kultúra Intézet mindig részt vesz a nyílt napokon. Hát nekem meg azért is kötelességem, mert egyrészt nyíregyházi vagyok, másrészt pedig hát 31 éve tanítok a nyíregyházi egyetemen, illetve nyíregyházi főiskolán, valamint nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskolán. Szerintem rengeteg érdeklődő volt, ahogy én láttam, ugye a Kodály teremben szinte minden hely foglalt volt. Reméljük, hogy ebből a hatalmas nagy kínálatból, amit eléjük tártunk, nem csak én, hanem minden intézet nagyon lelkiismeretesen kivonult, és minden intézet igazgatói szinten képviselte magát, tehát nem oda küldte a tanársegédet, hanem mindenki személyesen jelen volt, az összes kollégám. Nekünk is jó volt, hogy közben egymással is tudtunk beszélgetni. Nagy volt az érdeklődés, azt mondhatnám, zsúfoltság volt. Remélem, ennek meg lesz az eredménye. Önnek pedig köszönjük szépen, hogy itt volt jelen, és gratulálunk még egyszer. Köszönöm a lehetőséget.